A Magyar Nemzeti Bank pályázatának köszönhetően a pénzügyi tudatosság kialakítását segítették egy előadássorozattal a Baktalórántházi járásban. A magyar lakosság pénzügyi tudatosságának hiányossága nemzetközi viszonylatban is jól mérhető. A magyar lakosság pénzügyi fogyasztóként fontos szerepet tölt be a gazdaság működésében. Az éppen 10 kirombant válság rossz emléke, valamint a felmérések és a nemzetközi trendek is azt támasztják alá, hogy a hazai fogyasztók bizonytalanok, amit javarészt a pénzügyi ismeretek, illetve azok gyakorlati alkalmazásának hiánya okoz. Ezt felismerve a kormány 2017-től 2023-ig 7 éves stratégiai programot fogalmazott meg a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztésére. Az elkészült csomag gyakorlati megvalósítását két éves cselekvési tervekre bontották, a cél a magyar lakosság pénzügyi tudatosságát néhány éven belül a nemzetközi élvonal szintjére fejleszteni. A stratégia kivitelezésében leginkább a pénzügyi tudatosság kialakításához kapcsolódó tantárgyak minél korábbi bevezetése hozhat látványos előrelépést ám a szakmai kezdeményezések is sokat javíthatnak a jelenlegi helyzeten. Annál is inkább, mert egyikük másikuk, így a pénztár verseny, illetve annak megteremtői és szervezői is már jó néhány éve felismerték a pénzügyek közismereti oktatásának fontosságát. A pénztár a hazai és határon túli magyar középiskolák pénzügyi, gazdasági és vállalkozási versenye, Felgyorsult világunkban egyre többen ismerik fel azt, hogy a felelős döntésekhez egyaránt szükség van pénzügyi tájékozottságra és az ismeretek gyakorlati alkalmazásának képességére. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy a verseny során a pénzügyi, gazdasági és vállalkozási ismeretek bővítése mellett a fiatalok segítséget kapjanak a pénzügyi attitűdjeik, magatartásuk formálásában is, Valja a pénztárversenyközpont vezetője, Kerekes György. Kollár Kinga a gazdasági versenyhivatal szóvívője szerint ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a fiatalok nagy része információit online szerzi, folyamatosan használja a közösségi oldalakat. Fogyasztói magatartásuk azonban nem tudatos, és a pontos feltételek megismerése nélkül használják az online elérhető szolgáltatásokat. A hivatal az elmúlt években pont az ilyen jellegű, digitális szolgáltatásokra összpontosított, és talált is jogsértéseket több, nagy piaci szereplő tevékenységében. Ezért is hasznos minden, ami fejleszti a fiatalok fogyasztói tudatosságát. De nem csak a fiatalok a célközönség, a témával kapcsolatban vennék a stúdióban Siket Tibor, a Kárpát-medencei Magyarokért Egyesület elnöke, azaz az Egyesületnek az elnöke, aki az előadás sorozatot véghez vitte. Jó napot kívánok, kívánok. üdvözlöm Önt! jól tudom, még mielőtt ugye ezt a projektet végrehajtották volna, készítettek egy felmérést, és különösképpen a vidéki lakosság körében nagy a probléma. Igen, hát jellemző módon a városokban sokkal könnyebb hozzájutni olyan információhoz, aminek segítségével döntéseket tudunk hozni egy-egy pénzügyi termékkel kapcsolatban. Ugye a kis településeken jellemző módon nincsen semmilyen pénzintézet, illetve az interneten kívül nem nagyon tudnak információhoz jutni mondjuk pénzügyi tudatosság kérdésében az emberek. Na hát, hogyha pénzügyi tudatosságról beszélünk, akkor mit értünk ez alatt? Mire kell odafigyelni? Tehát akkor, hogyha valaki megkeres X összeget egy hónapban, és azt nem tudja beosztani, tehát ennyire az alapoktól kell kezdeni ezt a ezt a, ennek a fogalomnak a megmagyarázását? E, igen, a, az előadás sorozat az minden településen három részből áll, és az első rész az pontosan erről szólt, hogy a, általános értelemben a pénzügyi tudatosság mit jelent. Ugye régen nagyon szigorúan beosztották a paraszti világba a pénzt, és készültek tavasszal a nyára, nyáron az őszre, és mindennek meg volt a helye. Ez, ez elveszett ez a tudás jelentős részben, és néhány helyen azért megmaradt a, ez a sok helyen úgymond ilyen négyzetrácsos füzetekben vezetik a, a havi bevételkiadást, és Azokat, akik viszont nem így csinálják, azokat erre biztattuk, mert jellemző módon a lakosság egy jelentős része az egyik hónapról a másik hónapra él bármiféle tudatos tervezés nélkül. Márpedig az bebizonyosodott az elmúlt években, évtizedekben, hogy azok az emberek, akik tervezik, pénzügyileg is és egyéb módon is az életüket, azok sokkal tovább jutnak és sokkal sikeresebbek az életben, mint akik uh, semmiféle tervezést uh, nem végeznek el, mert hiszen ha mi nem tervezünk, akkor majd tervez helyettünk az élet, vagy valaki más. Ha pedig nem jön össze, és nem tudja valaki beosztani a havi fizetését, akkor fordulhat a bankhoz, vagy hova tovább azért nagyobb távlati céljai vannak, és szeretne lakást vásárolni, autót vásárolni. Mennyire vannak tisztában a bankok konstrukcióival manapság az emberek? Itt is jelentős különbség van a vidéki és a városi lakosság között, pontosan abból az okból, amit az előbb is elmondtam, itt könnyebb információhoz jutni. Ugye egy vidéki ember ahhoz, hogy egyáltalán az alapinformációkat beszerezze, azon túl, amit mondjuk a reklámokból lát, vagy a reklámokban lát, ahhoz neki be kell utazni az első nagyobb városba. Ha csak nem használ internetet. Szerencsére azért most már az interneten számos olyan összehasonlító táblázatot találunk, ahol a különböző hitelkonstrukciókat össze lehet hasonlítani, és ebben is egyébként a Magyar Nemzeti Bank élen jár, hogy, hogy olyan táblázatokat készít, ahová a bankoknak kötelező beküldeni összehasonlítható formában a különböző ajánlataikat. Van ilyen összehasonlító táblázat a lakáshitelekre is, és van ilyen például a bankszámlavezetésre is, ez a legújabb. Tehát gyakorlatilag, hogyha most valaki bankszámlát akar nyitni, vagy váltani, akkor a Magyar Nemzeti Bank honlapjára felmegy, ott van egy táblázat, kitölti, és összetudja hasonlítani, hogy a számára legjobb konstrukció melyik lehet. Ezzel egyébként éves szinten 30-50-100 forintot is lehet spórolni. Ha jól tudom, akkor önök nem csak elviekről beszélnek, hanem a gyakorlatban is ki is számoltak bizonyos hiteleket, tehát össze is hasonlítottak, illetve volt olyan is, hogy hitelt vettek fel? Igen, igen, igen. Hát ugye úgy hiteles beszélni a pénzügyi konstrukciókról, hogyha ha bizonyos tapasztalatok birtokában vagyunk. Ugye az a kollega nő, aki a különböző banki konstrukciókról beszélt, ő jelenleg is hitelintézetben dolgozik, de ennek ellenére úgy gondoltuk, hogy az a jó, hogyha csinálunk próbavásárlást, és az egyik egyesületi taggal bementünk, és az egy, nem mondom meg melyik nagy műszaki áruházba, Köszönjük. hogy hogy mondjuk hűtőszekrényt vásároljon. És uh, a, ugye nulla százalékos hitelt kerestünk, azért nulla százalékos, mert ez egy, ha lehet mondani azt egy hitelre, hogy jó, ez egy, egy jó hitel. Egyébként sokan nem is hitték el a, a válság után, hogy ez tényleg nulla százalékos, annyira nagy volt a bizalmatlanság a bankokkal kapcsolatban, például én sem. Ami most, de, most már azért kezd vissza. De két, hála Istennek. Sokkal korrektedbb világ van, mint régen volt, és lényeg az, hogy a százagos hitelre vásároltuk a hűtőszekrényt, de nem lehetett csak úgy megvásárolni, hogyha egy hitelkártyát is veszünk hozzá. <hül> és hát bizony a, a tapasztalat az az volt, hogy a, amikor hitelkártyát vásárolunk, vagy hitelkártyát kapunk egy bankfiókban, ott egészen korrektül elmondják a részben a feltételeket, részben azt, hogy hogyan kell használni egy hitelkártyát, mert itt ott nagyon oda kell figyelni, mert nagyon könnyen meg lehet csúszni. De a tapasztalatunk az az volt, hogy a, az áruházban, illetve utána még egy másik uh, nagy áruházban is uh, mentünk érdeklődni, ott a, uh, ezeken a kihelyezett pultoknál, akik ülnek, hát nem, nem igazán uh, vannak a helyzet magaslatán, annyit tudnak mondani, hogy nem szabad vele pénzt felvenni, ez tényleg igaz, de ennél sokkal bonyolultabb a használata, tehát itt, itt bizony szerintem komoly munkára van még szükség, nem csak a mi részünkről, hanem a pénzintézetek részéről is. Az önök tapasztalata alapján mi volt a legnagyobb baj, mivel nem voltak tisztában azok, akik részt vettek ezeken az előadásokon? Hát ugye vegyes volt a, a résztvevők köre, a diplomás hivatali dolgozótól a a közmunkásig sok mindenki megfordult. Nagyon érdekes volt, sokszor nem volt különbség a végzettség alapján, nem, nem jelentette azt, hogy aki jobban értett a pénzügyekhez, vagy, vagy pénzügyileg tudatosabb volt. A, gyakorlatilag a reklámok hatására vásárolnak, vagy vesznek igénybe Különböző konstrukciókat, és hát sajnos sokszor el is hiszik, hogy mit mondanak a reklámok. Nem régen egyébként készítettek egy felmérést, és ez szerint pedig a lakosságnak összesen, hogy beszéltünk az összehasonlításokról, mindössze 16%-a az az, aki, hogyha megkap egy ajánlatot, akkor megnézi, hogy még mellette más, milyen ajánlatok vannak, és hogy -e, jobb -e, jobbak-e azok. A reklámnál ugye mire az, kell odafigyelni, mit próbálnak meg belénk súlykolni, és mégis azért kell tenni egy kérdőjelet. Hát ugye a reklám maga az tulajdonképpen talán azt is jelenti, hogy kiáltás, az csak egy figyelemfelhívó kis film, hogyha mondjuk a televízióról van szó, de az interneten is. Tehát ez egy figyelemfelhívás. Egyébként itt pszichológus segítségével a reklámpszichológia néhány alapvető fontos működési elvét elmagyaráztuk. Vetítettünk le régi reklámokat, elmondtuk, hogy szerintünk ez a reklám korrekt, ez a reklám inkorrekt, mire kell ügyelni, illetve hát a fő az egyik fő üzenete a programnak az az volt, hogy a reklám az csak arra jó, hogy odafigyeljünk, valamire reklám alapján vásárolni nem szabad. Mindig össze kell hasonlítani mindenféle ajánlatot, illetve a reklámról le kell fejteni azokat a dolgokat, amiket azért ragasztanak rá a reklám elkészítői, hogy még jobban tetszen nekünk. De valójában, amikor valamit szeretnénk megvásárolni mondjuk hitelre, akkor nekünk arra a termékre van szükségünk. De arra is van például olyan reklámot is vetítettünk, ahol például összekötik egy szerencsejátékkal, mert nem tudom, hogy minden ezredik hitelfelvevő között havonta kisorsolnak nem tudom 5 millió forintot. Említette, hogy az utóbbi időben azért történt némi változás a bankok hozzáállása részéről is, meg hát ugye azért is, mert ugye a Magyar Nemzeti Bank azért bevezetett néhány szabályozást. Mik ezek a változások, csak úgy néhányat nagy vonalakban, mert hogy vannak olyan dolgok, amire rá lehet csodálkozni? Hát például maximalizálták a THM-et, a, THM a teljesíteldény mutatót. Ugye emlékszünk rá, hogy 2010 előtt itt lehetett 200-tól 400, nem tudom én, 40 százalékos teljes mutatóval is uh, hitelt, hitelezni a lakosságot. Ez most már nincsen. Uh, 31 kötője 46 százalék jelenleg a, a, az a maximális kamat, amit lehet kérni az emberektől. Uh, ez egy nagyon fontos dolog, hiszen uh, uh, gyakorlatilag egy, ez egy olyan korlát, amit uh, egy pénzintézet sem léphet át. Aztán megszigorították egyébként a pénzintézeteknek az ellenőrzését. A Nemzeti Bank átvette ezt az ellenőrzési szerepet, és hát lehet is látni a sajtóban, hogyha valaki nem pontosan fogalmaz a reklámjában egy pénzintézet, vagy, vagy mondjuk manipulatív lehet a reklám, akkor azon nyomban jön a, a felügyelet, és a büntetéseket szab ki. Ez nagyon fontos, mert a, a bankok egyébként maguktól elindultak egy korrekt irányba, és sokkal, sokkal több információval látják el az ügyfeleket, sokkal korrektebbek, és láthatóan nekik is fontos most már az, hogyha ha egy ügyféllel kötnek egy szerződést, akkor lehetőleg olyan ügyféllel kössék meg, aki majd abból a szerződésből nem fog kiesni, viszont. és hát végig tudja fizetni mondjuk azt a hitelt haza lehet vinni a szerződést is. Így Ez van, egy új jelen. így van. Jelzálók hiteleknél olyan szabályt vezettek be, ami alapján gyakorlatilag három napig nem is lehet megkötni a szerződést, három napon keresztül, tehát megkapja előre a vásárló a szerződést, van három napja, hogy ő átolvassa, hogy esetleg igénybe vegye a szakértőnek a segítségét, és utána mehet vissza megkötni a szerződést. Ugyanakkor innentől kezdve már a miénk a felelősség. Ugye ez az egyik főüzenet, vagy a másik főüzenetünk az az volt, hogy ugye tudatosan, összehasonlítva tudatosan kell ezekkel a dolgokkal foglalkozni, mert végső soron mi írunk alá, miénk a felelősség. Hogyan értékelni egyébként ennek ezt az előadássorozatot? Nagyon érdekes volt látni, hogy hogy a, amikor már ugye az előadás végén volt a, a pénzügyi rész, ahol konkrét konstrukciókat vetítettünk ki számokkal, egyebekkel, és nem lanyhult a, a figyelem. Tehát, és mindegy, hogy milyen emberről volt szó, és belekérdeztek, sőt ott maradtak tanácsadásra, kérdezősködtek az emberek, tehát lehetett látni, hogy nagyon nagy igény volt rám, a polgármesterek minden településen pozitívan fogadták, és sok erre vissza is hívtak bennünket, tehát már most azt tervezzük, hogy hogyan fogjuk tudni folytatni ezt a projektet. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.